Kedves Dániel, kérlek, köszönjük a borzasztó bemutatódat, természetesen. Bármikor. Köszönjük. Pár szót gyorsan a karakteredről. Honnan, miből, hogy aki nem ismeri, vagy nem tudja, hová tenni. A karakter az valójában a Batman rajzfilm sorozat egy eléggé ritkán használt, pontosan kétszer használt madárijesztő dizájnja. Nekem nagyon megtetszett, hogy meg akarom életre hívni. Tehát a Batmanből a madárijesztő karakter, Scarecrow. Jó, a ruháról pár szót. Mennyiben teljesen, tehát milyen mértékben saját kreálmány, mennyi idő volt elkészíteni a ruhát, milyen anyagokat használtál, és stb. Stb. Nos, a legnagyobb munka az a maszk volt, ugye egyértelműen ez összesen 4 réteg, egy sínmaszk, azon a fogsor külön, a szem külön, illetve maga a zsák, ami fedi a fejem. A kalapot is én csináltam egy az egyben filcből, illetve keményebb karton papírból, amit tartja. Nem a doboztartamból, hanem másik fajtából. A kabát most azt tettem, szétszabdaltam, összevartam, ilyen csúnyábbá tettem, ahogy a karakter is hord egy ilyen kabátot. A felső rész az egy póló, amit szétvagdostam, majd ugyanolyan sorrendben összevartam, nyugodat vágtam rá, és egy szintén ugyanígy szétvágott, majd összevart parna anyagot alá. Érdekesség, amit észreveszek a maszkodnál, hogy a fogsorod az teljes mértékben úgy mozog, ahogy te a szádat mozgatod. Ez nekem nagyon tetszik. Mit szerettem volna még megkérdezni? Igen, zsűrinek bármilyen kérdése lenne? A szemedvilágítás. A szemedvilágítását hogy oldottad meg? Most ez két LED lámpa, ehhez egy kis segítséget kértem egy olyan ismerősömből, aki ért is az elektronikához. Kettő AA elem adja az egészet, itt van egy kis kapcsolat. Szóval külön mechanika is nem egyszerű öngyújtó. Nem. A körmödet megnézhetem közelebbről? Hogy? A körmödet megnézhetem közelebbről? Persze. Értem. Fekete körömlapot rondítottam el rajta tulajdonképpen, illetve a kezemen is, hogy egy kicsit növeljön. Igen, pontosan, kicsit döglöttebb legyen. I was asked to ask you in English, you know, if you win, you will go to England, so although speaking in English is not mandatory, because you can pre-call your performance, or you, well, not sing a song with this character, but generally, but we're interested about if can you manage yourself in English conversation. So just saying a few words about your character. Can you please say a few words in English about your character? Yes, of course. It's rather not a problem. Dr. Jonathan Crane is a former psychiatrist who went insane. He experimented on subjects as he called them, so people, which is why he was banned and became a resident in Arkham Asylum, he was a psychiatrist, as I said. So from a shrink, he became a madman, as the others. Jó, all right, thank you. Nem akarunk tovább kínozni ebbe a ruhába, biztos te is ugyanúgy belefőzd, mint én az enyémbe. Más valami egyéb kérdés, Zsűrítő, semmi? Akkor köszönjük szépen, hogy itt voltál, és... Jövök közben, mert hogy... Szóval